Scrooge imára kulcsolt kézzel nézett a szellemre. A szellem alakja most hirtelen zsugorodni kezdett. Mind vékonyabb, vékonyabb lett, végül már csak egy sötét színű csavart oszlop volt. Egy mennyezetes ágy, sötétbarna csavart oszlopa. Egy oszlopot látott, mégpedig saját ágyának egyik tartó oszlopát. Kétségtelenül a saját ágyáét, a saját szobájában. És mély mennyei boldogság, saját nagyszerű jövőjét is maga előtt látta. Saját új, teljesen megváltozott életét. Térden állva mondok hálaimát érte. Mindezt kiáltani szerette volna nagy boldogságában, de hangja az izgalomtól oly gyenge volt, hogy szinte csak suttogni tudott. Arca nedves volt a könnyektől. Élek. A szörnyűségek, amiket láttam, nem fognak bekövetkezni. Közben öltözködni akart, de túlságosan izgatott volt ahhoz, hogy ruháit rendbe szedje. Már azt se tudom, mit csinálok, kiáltotta nevetve, széles jókedvében. Olyan könnyű, olyan friss, olyan boldog vagyok. Úgy érzem magam, mint egy iskolás fiú, mint egy kölyök, mint egy csikó, mint egy részeg ember. Jó karácsonyt és boldog új évet mindenkinek! Bort, búzát, békességet! Fél lábon ugrándozva táncolt át a nappaliba, ahol végül kimerülten megállt. Boldogan, felszabadultan, szívből nevetett, noha évek óta semmi gyakorlata nem volt már ebben. Azt se tudom, hányadika van ma. Vajon mennyi időt tölthettem a szellemek társaságában? Tudja a jó ég! Most harangszó hallatszott kintről. Ilyen üde csengő hangokat még soha életében nem hallott. Bim-bam, 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 bim-bam. Dicsőség! Bim-bam, Istennek! Bim-bam! Az ablakhoz futott, szélesen kitárta. Világos volt, a köd szerte foszlott. Kék ég, napsugár, vérpesdítő hideg és harangzúgás. Áldott, tiszta harangzúgás. Egy ünneplőbe öltözött kisfiú ment el az ablak alatt. Lekiáltott neki. Milyen nap van? Hányadika, kisöcsém? Karácsony első napja. Karácsony első napja? Lám, nem aludtam át. A szellemek egy éjszaka vitték végben mindazt, ami velem történt. Valóban minden csodára képesek. Minden, amit csak akarnak, hatalmukban áll. Hé, kisöcsém! Tessék, mondta a kisfiú. Tudod, hol van a baromfi kereskedő boltja itt a szomszéd sarkon? Hogy ne tudnám. Akkor talán azt is tudod, hogy eladta-e azt a nagy pulykát, ami a kirakatban volt. Azt, amelyik akkora volt, mint én? Még az imént ott lógott. Fuss oda rögtön, és vedd meg nekem. A bácsi tréfál. Nem én, a legkomolyabban beszélek. Mondd meg a boltosnak, hogy hozza ide, menten kifizetem és elvitetem. Gyere te is vissza, kapsz egy silinket. De ha 5 perc alatt visszajössz, 2 kapsz. A fiúcska úgy nekiíramodott, mintha puskából lőtték volna ki. Krecsitnek küldöm a pulykát, dörmögte magában Scrooge, és elégedetten dörzsölte össze a tenyerét. Névtelenül küldöm. A pulyka 2 akkora, mint kicsi Tibi. Törheti a fejét, kiküldi a pulykát. Kissé reszketett a keze, amíg a címet felírta, de csak elkészült vele, és el is lehetett olvasni. Lement a kapuba a pulykát lesni, amint ott állt, megpillantotta a kopogtató vasat. A kopogtató! És gyengéden végig tapogatta. Amíg csak élek, mindig kedves leszel nekem. Milyen komoly kis fontoskodó pofa! Hogy is nem vettem észre azelőtt? Na de itt a pulyka! Nevetve fizette ki a pulykát. Nevetve fizette ki a kocsit, nevetve nyomott 2 a fiúcska markába, nevetve ment vissza a szobájába. Leült a karosszékbe, és addig nevetett, amíg elpityeredett. Scrooge tetőtől talpig ünneplőbe öltözött és kisétált. A nép ellepte az utcákat, úgy jártak fel alá, ahogy az idei karácsony szelleme mutatta nekik.
oly derűs és bizalomkeltő volt az öreg külseje, hogy nem egy vidám fickó köszöntött rá. Jó reggelt, uram! Kellemes karácsonyi ünnepeket! Oly jól esett az öregnek ez a köszöngetés, hogy még évek múlva is, ha valami kellemes élményt akart elmondani, ezt emlegette. Alig jutott el a szomszéd utcába, mint látja, hogy jön ám szembe vele a tegnapi jótékonysági urak közül az idősebb. Zavarba jött, és már előre tartott tőle, micsoda szemeket fog rávetni ez a derék öreg úr. Ám hirtelen meggondolta magát, és ő maga lépett oda hozzá. Jó reggel, drága uram, mondta mindkét kezét megragadva. Remélem rám ismer? Hogy sikerült tegnapi körútja? Igazán nagyon kedves volt, hogy engem is felkeresett. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok! Scrooge úrhoz van szerencsém? Az vagyok, és remélem nem neheztel rám a tegnapi eset miatt. Bocsánatot kérek, és egyben kérem, jegyezzen elő. A többit csak a fülébe súgta az öreg úrnak. Teremtő Isten! Kiáltotta az öreg úr, és szinte belevörösödött. Ezt komolyan gondolja, Scrooge úr? A legnagyobb mértékben. Vegye úgy kérem, hogy ezzel jókora adag régi adósságomat is lerovom. Uram, mondta a másik, még mindig Scrooge kezét szorongatva, nem találok szavakat. Ne szóljon egy szót sem, vágott szavába Scrooge. Inkább látogasson meg egyszer. Remélem, lesz szerencsém. Feltétlenül. Ön nagyon lekötelezett. Nagyon-nagyon köszönöm. Ég áldja önt, uram.